sportosat. Irodunk vendége Kovács Sándor, sokszoros champion zsoké. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz. Ugye évelején az volt a szenzáció veled kapcsolatban, hogy 6 vagy 7 év után, nem is tudom már. 12. 12 év után? 12 év után. Így szaladnak az évek? Há, rohannak, igen. Hihetetlen. 12 év után visszaültél, nekiálltál fogyasztani, és visszaültél zsokéként. Így van. És ami érdekes, sokan ugye azt mondták, hogy biztos 1-2 hét után abba fogod hagyni, mert hát rengeteget kellett leadnod, 10-valány kilót fogytál le. 18-at. És ugye most ezt hétről hétre neked tartani kell ezt a súlyt, amit ugye leadtál. Maradtál, és mitőbb jött egy galopp derbi. Igen. Ahol második lettél. Harmadik. Harmadik lettél. Harmadik. Igen, mert bevágott eléd. Nem tudom, mennyire hát vágtak be eléd. Hát annyira, hogy pont a második helyembe került. Mert egy kicsit meg kellett fogjam a lovat, igen, és igen, pont igen. A belülről a göncörőbök a levert. De a lovat trénere, ugye Ribácki Sándor azt mondta, hogy hagyta, nem óv. Igen, hát... De óvtál volna? Hát valószínű trénerként óvtam volna, igen. Mert ugye te tréner igen. is voltál, igen. most múlt időben tegyük a tréner szót igen, nálad? Igen, igen, tehetjük. Hát részt veszek a mindennapi tréning. Jó, de most hivatalosan most zsoké vagy. Hivatalosan zsoké vagyok, így. De előtte meg akkor 10-valány évig ugye trénerként dolgoztál. Így van, de zsokéként. Zsokéként, és most, ahogy így mielőtt visszaültem, így van, akkor... Trénerként. Így van, trénerként. Tehát te óvtál volna. Én szerintem én óvtam volna, igen. Mi történt ott a célegyenesben? Ugye ez ott történt a célegyenesben. Igen, igen, tehát a célegyenes, már... ugye majdnem a célba történt. Hát ugye az történt, hogy ugye elindultunk a egyenes elején, és akkor a Giorgio, ugye a Golden Sea, a favorit az fölém kerekedett, és ahogy elment mellettem, behúzott elém. Aha. És akkor ugye, hogy az én lovam galoppozott, nekem meg kellett fogni egy picit, meg befelé húzni, ugye, hogy ne legyen testi kontakt, és akkor így ugye egy kis előnyvesztés lett, és így ugye második lett. Tehát a második helyről leszorultam a harmadik helyre. Minimális ha különbség. Testi kontakt van, az baj? Hát valószínű, hogyha testi kontakt lett volna, akkor a versenytözőség is hivatalból óv, bár ugye a szabály, ha jól tudom, akkor úgy szól, hogy a distance után, hogyha befolyásolja a befutási sorrendet az aló, amelyik akadályoz, akkor azt hátra kell helyezni, de tehát mögé, az akadályozott ló mögé, de versenytőzőség másképp ítélte meg. Uh-huh. Bosszus voltál nagyon? Hát nagyon nem voltam bosszus. De ugye végülis persze. Nem az első hely ment el. Tehát, ne, hát tehát nem volt az első vita. Hely ment el, így van, erősebb volt. A végén már biztosabban ugye elment. Ugye itt azon volt a hangsúly, hogy a második helyem az igen, az több pénzt hozott volna a konyhára azért. Így van, így van. Tehát ilyen szempontból azért hát tegyük hozzá, nem mindegy. Hozott volna, így van, meg hát azért második, így van, mindenkinek több pénzt hozott volna, tréner, lovas, tulajdonos, mindenki. Így van. Gondoltad volna ezt, teszem fel februárban, hogy galopp derbibe is még lovon leszel, és ennyire, hogy még ott leszel a tűz közelben? Úgy annyira nem gondolkodtam, inkább arra próbáltam összpontosítani, hogy pont ezen ugye azért nem, nyilván bennem volt, hogy azért derbi, egy zsoké, minden zsokéba benne van, hogy egy derbibe szeretne lovagolni, főleg még esélyt, sanszos lovat is, ami jó eséllyel indul. De nem kimondottan ez járt a fejembe, hanem az, hogy egy jó formával tudjak visszatérni. Azért is volt olyan izgalmas, mert azért nem mindegy, hogy ugye championként hagytam abba, ugye 13-szor voltam champion, azért nem mindegy, hogy úgy tér vissza az ember, hogy tényleg egy jó formával, és azt mondják, hogy na ez igen, mint hogy azért többnyire ezt mondják, vagy pedig, hogy lesajnálják az embert, mert nem úgy megy nyilván. És én úgy érzem, hogy azért nem lovagoltam rossz formákat, úgyhogy ez a derbi azért, ha sikerült volna, akkor nyilván ez azért még többet dobott volna a idei szezonomon, de nem vagyok elkeseredve, megyünk tovább, csináljuk.
jól állok a statisztikában. Na, én ezt akartam, én azt hallottam, hogy a második helyen állsz. Második helyen vagyok jelen pillanatban, igen. Akkor lehet azt csinálni, jó, elengeded akkor most már derbit, nem rágódsz rajta, hát, viszont akkor meg neki hasalsz, és akkor te leszel idén is. A visszatérésed évében rögtön champion leszel. Ezt így azért nem lehet kijelenteni, meg nem lehet kimondani. De nyilván, miért? De belül nem lehet egy ilyen motiváció az ember egy zsokéban? Belül lehet, de kimondani azért az ember nem mondja ki. Legalábbis én nem szeretem kimondani, meg nem szeretek előre kiabálni. Ez nem előre kiabálás. Most miért ne? Nekem ez a célom, hogy igen, hát ez a nincs, célom, nyilván semmi rossz. Most már ez a célom, hogy a championságba elő, vagy a legjobb helyen végezzük. Mert ez is nagy szám lenne, hogy tizenvalány év után visszatér a bajnok, és újra bajnok lesz. Igen. Lehet, hogy ez még nagyobb, mint hogy derbit nyer. Mert azt mondják, hogy jó, az aznap a ló kifogta jó formában, ez meg egy folyamatos teljesítményt követel. Tehát itt nem az, hogy egyszer szerencséje, mert egyszer lehet szerencséje valakinek, vagy kétszer. De folyamatosan azért. Igen. Tehát azért mondom, hogy ilyen értékben még ez még nagyobb is lehet. Hát most a következő célom az, hogy nyilván champion legyek. Ugye itt egy kicsit a súly probléma, hogy kevesebbet tudok lovagolni, mint a könnyebb kollégáim, meg ellenfeleim, de ezt vállaltam, hát így tudok. Nem akarsz még lejjebb menni, hogy nem. Lovad legyen, amit lovagolsz? Nem. Nem szeretnék már lejjebb menni. Tehát azt mondod, ennyi a... Ennyi, persze. Nem akarom, hogy az egészségem rovására. Így is azért elég sokat teszek azért, hogy ezt a súlyt tudjam hozni. Most, hogy szünet volt, most elmentünk egy hétre a családdal nyaralni. Na, hogy bírtad ki? Felfüggesztettem a koplalást, mert muszáj volt, ugye, mert nyaralni nem azért megyek, hogy gyötörjem magam. Fölszedtem egy 4-5 kilót, úgyhogy azt most... Mindenki így szokta zárni. Így van, persze, amúgy ez olyan, mint az ünnepekkor az ember. Persze, az ember így van, nem ezért megy, hogy szenvedjen. Igen. És most a hét közepétől elkezdem újból a felkészülést. Mikor lesz kaponyítás? Hát most hétvégén már lesz verseny, de én nem tudok lovagolni 21-én, meg 28-án, mert el vagyok tiltva. Mit csináltál? Hát a derbiben volt egy szituáció, amikor ott volt egy kontakt, hogy jöttünk be az egyenesbe, amit a versenytözőség szabálytalan lovaglásnak ítélt meg. Én szerintem egy versenyszituáció volt, mert előttem ott volt két ló, és nekem helyezkednem kellett, picit beljebb mentem, aki belül volt, az jött volna kijebb, mert előtte is voltak, és akkor így összetalálkoztunk. Én egy picit talán többet mentem befelé, de az egyikünknek sem a helyezését nem akadályozta. Tehát, és a versenytözőség úgy ítélte meg, hogy ez egy szabálytalan lovaglás volt. Én azt mondom meg, mindenki azt mondta, mindenki más, ugye, akik így sportban vannak, hogy és nem csak a szemembe, hanem mindenki más azt mondta, hogy ez egy versenyszituáció volt. Komolyabb ilyen eseteket versenyszituációnak tudnak be. Lehet, hogy a derbi miatt vették most ezt ennyire szigorúan, nem tudom, ennyi történt. De hát akkor a másikat is vették volna ennyire szigorúan. Ami ugye neked a másik helyet bekerült. Igen. Hát azt nem vették ilyen szigorúan. Ha már itt tartunk. Ha igen. Már azt mondod, hogy azért, mert a derbi. Igen. Hát megbüntettek egy másik esetben is, ami egy kicsit úgy fájó volt, mert nyilván négy ostor használatot lehet. Nyertem egy lóval, 5 ostor használat volt, és aki mögöttem végzett egyik lovas, az ugyanúgy 5-öt ütött, ugyanúgy lehet látni, ugyanúgy megszámolható, semmi elmarasztalás. Nyilván nem azt mondom, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, de azért itt az elbírálás, akkor ha már ez a szabály, akkor tartsuk magunkat a szabályhoz. Én nem azt mondom, tényleg 5-öt ütöttem, jogos a büntetés, de. Úgyhogy ennyit csak erről így röpke mondatokba. És most számolni kell? 1, 2? Hát számolni mert kell, ugye, mert sokba kerül. Ugye az ember, hogyha jól csinál, akkor nem egyszer ütél a 4-et, hanem ugye bizonyos szituációban 1-et, vagy 2-t jelez. Nem is lehet sorozatban. Így van, tehát azért mondom, pont ez a rossz, hogy most mit tudom, hogy előtte most már jeleztem, vagy ütöttem, igen. Mert ugye a pálcával lehetne, pont az a lényege a pálcának, hogy
Nem kell megütni a lovat, elég, ha csak úgy jelzed, olyan helyzetbe hozod fel, így van, a pálcát, így van. És akkor ló már a pálcának a helyzetére is már tud. Igen, így van, így van. Tehát lehet lapockára is, amit ugye így a szár, van. Ha a szárat az ember nem engedi el, és úgy lapockáz, az nem számít ostor használatnak. De ha már esetleg elengedi a szárat, és úgy igen. lapockáz, akkor az ostor használat. Csak ezt azért mondta a nézőknek is, hogy nem olyan egyszerű ezt most számolni, most mennyit is. Mondta, igen, meg a versenyszituációban azért az ember, mikor küzd a győzelemért, akkor ugye, meg nem csak a győzelemért, a helyezésekért, igen. Ugye minél jobb helyezésekért, akkor egyértelműen nem arra összpontosít hogy pont, hogy most ezt is számolja, azt is számolja ki, hogy nyerjen, meg még támogassa is a lovat, nyilván oda kell figyelni, mert ugye profik vagyunk, és ez benne kell, hogy legyen, mert az így van, és így helyes, de... Igen, oda kell figyelni, meg számolni kell, mert különben... Akkor nem lenne egyszerű, ha már akkor nincs is párca, akkor kész. Hát nem, mert a párca azért én tudom, hogy az mi kell, maga jelenlét is, tehát tiszteljük vele. De nyilván így megvan szabályozva. Jó, csak hogy így viszont meg ilyen dolgokat szülhet. Tehát, ami, igen, olyan dolgokat szül, egy elbírálás alá kell venni. Viszont nem korrekt eredményeket fog majd kihozni. Egy elbírálás alá kell venni mindenkit, az kész, ennyi. Tehát ennyi a megoldás. De azért nem bántod meg, hogy visszatértél? Nem bántam meg, jól érzem magam a nyerekbe. Én azt gondolom, hogy meg úgy is látom, azért nézegettem ugye vissza a versenyeket, meg hogy melyik lovakat lovagoltam, és hogy szerepelnek előtte, hogy szerepelnek velem, hogy szerepelnek utána. Én nincs szégyelni valami, én úgy gondolom. Úgyhogy... El lehet mondani a statisztikádot, hogy most hány győzelmed volt, és hogy... 10 fölött nyertem, 12 vagy 13 győzelemmel vagyok, azt hiszem, hogy a második helyen. Úgyhogy van és egy több... pacom. Van egy kiló. Jó sokszor végeztél. Igen. Úgyhogy jó statisztikám van. Hát egy darabig a legjobb statisztikám is volt, úgyhogy pedig azért kevesebbet lovagolok, mint az élgárda, most a magyar élgárda, mert ugye a súly miatt is kevesebbet tudok lovagolni. Meg hát én azt úgy vettem észre, hogy első időkben azért úgy nem nagyon bíztak, vagy lehet, hogy ez csak így véletlen alakult ez így ki, első időben azért úgy nem nagyon ültettek idegenistálóba, tehát egy tényleg pár napig nem is lovagoltam, csak saját istálóba, és akkor utána kezdtek el úgy fölültetgetni. Érthető, tizenvalány év után, hogy kivárnak, nem? Na, nem, nincsen nekem ebben problémám, csak úgy ahogy így elemzem a dolgokat, azért foglalkozok vele, és ezt vettem de, észre. De gondolom, most már bátran, most már megint tudodják, akkor mint régen most annak. Most már felültetnek, telefonálnak, hívtak most is többen, hogy üljek föl, csak hát ugye el vagyok tiltva, aztán... És ezt nem lehet módosítani, ezt eltiltást? Próbáltam kérni, hogy 28-ára, mert 28-án lett volna több lovaglásom, amit már el is vállaltam. Igen. Még a derbi előtt. Már vállaltam ott két lovaglást, kértem az LFB-t, de nagyon szigorúan vették, hogy most ezt itt nem engedték. És a tulajdonosok sem tudnak szólni? Nem. Senki? Nem, nincs. Én írtam egy kérelmet, hogy azt az egy napomat tolják el egy nappal. Ez hány ember dönti el? Hát LFB-be talán 5-en vannak, azt hiszem, 5 vagy 6. De lehet, hogy 7, lehet, hogy páratlan. Most így valahogy. Szoktak dönteni. De hát sajnos nem engedték. Azért kimész? Persze, kint leszek, hát egyértelmű, persze. Futnak az istálóba lovak, kíváncsi vagyok rájuk, amúgy is, meg szeretek ott lenni, szeretem a közeget, jól érzem magam, úgyhogy persze kimegyek. Hogy most. Csak hát most rossz, hogy most ülhetnél és mégsem üsz egyik. Igen, az egy kicsit... rossz lesz, de hát most ez van. Meg hát segítek a páromnak nyergelni, ez az amaz, úgyhogy várjuk a második gyermekünket, úgyhogy most már elég jól látszik is. Úgyhogy, igen. Úgyhogy kell a segítség neki. De ő mindig ki fog járni versenyekről. De még a nő apoci akkor is, tehát ott persze, lesz mindig. Persze, hát amíg jól bírja, meg ugye nincsen esetleg valami felmerülő más probléma, akkor persze, addig mozog és jön és csinálja, úgyhogy...
Egyébként mennyit változott a hazai galop a múlthoz képest? Mert ugye hát, ha valaki, akkor te aztán tényleg testközelből meg tudod ezt nagyon, mondani. Nagyon-nagyon sokat változott. Hát ugye azért inkább én azt mondanám, hogy fejlődött, tehát fejlődő tendenciát látok. Egy-két dolog van, ami egy kicsit úgy az ember talán változtatna, vagy egy kicsit jobban összpontosítani kéne egy-két dologra, de azért én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk. Lovak jobbak egyébként, úgy összességében? Hát ne, azt azért nem mondanám. Uh-huh. Azt azért nem mondanám. Ugye én azt látom, hogy ugye sok jó ló lett vásárolva nagyon olcsó pénzért. Aha. Tehát ugye overdose 2000 euró. Akkor mondhatnám mi istálunkból is, akár Osztinától 1500. Tehát olcsó lovakból is tudtunk jó lovakat készíteni, tehát jó eredményeket elérni, akár külföldön is, és nem mindegyik tulajdon. Tehát inkább a többsége megveszi az olcsóbb akár Jerlinget, akár két éves, mert akár hát, ha belőle is egy overdose mert azt mondják, hogy ugye egy kicsit, hát nem kicsit, ugye nálunk azért itt a környéken gyengébb tehát kisebb kvalitét van, és inkább megpróbálják, mint hogy nagyobb összegű lovat, vesznek esetleg többet olcsóbban, és akkor a nagyobb a valószínűsége, hogy mondjuk alapján, ugye négy olcsóbból valószínű, hogy nagyobb a szansz, hogy mint hogy egy drágábbat vesznek. És akkor lehet, hogy mellé fogtak. Sok két éves is jött be, mármint hogy Jerling jött be, meg idősebb lovat is elég sokat vásároltak, elég jó, jó is a tehát jó létszámmal vannak. Versenylovak mondjuk azért az év közepére, meg azért időközben azért elég sok, ugye vagy kiderül, hogy nincs benne képesség, vagy sérülés miatt, vagy akár más ok miatt elhagyja a versenypályát, de azért úgy elég jó futamok vannak, sok lovak vannak nevezve. Ugye mikor te trénerkedtél, abban időszakban volt egy nagyon nagy mélypont, alig volt zsoki is tulajdonképpen. Ugye zsoki iskola is létrejött, stb., hogy valamit próbálnak menteni. Milyen most a mostani zsoki állomány? Mennyire jók, mennyire kemények? Mert a te idő, amikor előző ciklusodban, amikor versenyző volt, azért jó sok nagy név volt. Igen. Zsoki. Sok nagy név volt, meg hát ugye azért ugye volt Kálai Pállal lovagoltam, Varga Zoltánnal, aki ugye Ausztriában is sampion volt, itthon is sampion volt, tehát akkor a Pozsonyban is elég jó eredményeket ért el, tehát mondhatnám akár a Simon Ferkót, ugye a régebbiekből. Igen. Most is azért vannak, mert azért most a Georgiev azért egy elég erős kezű, jó lovas, ugye ő nyert a derbit is. Akkor jó, de ő nem a mi. Jó, nem a igen, mi kutyánk, őket örökbefogadtuk, mondjuk úgy. De igen, hát a magyar lovasokból elég kevés az, akit támogatnak, és talán egy kicsit több támogatást kapnának, több szívet kapnának is, több támogatás lehetőséget. Támogatás arra, hogy több lovat kapjanak? Hát most például a Bakos Gábor tudnám, aki most az élen van, ugye ő is több lehetőséget kapott, jó húzóistálóban van, és hozza a formáját. Nagy versenyt is, jobb versenyeket is nyert, nagy versenyben is ott van, derbiben is lovagolt. Tehát azért egy kicsit több lehetőséget kaphatnának a magyar lovasok is, úgy a trénerektől, mint a tulajdonosoktól. A feljövőben lévő lovasokkal meg már azért próbáltunk, tehát a tanulókkal próbáltunk egy szabálymódosítást beadni, hogy ne 10 versenyt kelljen nyerniük, hanem elég legyen az 5. Mert ugye kevés lehetőséget kapnak, mire azt a 10 versenyt megnyerik, ugye, hogy legyen pálca, és egy kicsit több segítség nyilván, mert azt mondják, hogy nem tudják használni a pálcát versenyben, de hát azt, amit ad valaki, tehát azt el is lehet venni, tehát vannak erre szabályzások, hogyha úgy van, akkor elveszik tőle, megbüntetik, és majd meg fogja tanulni saját kárán. Igen.
nyilván én azt gondolom, hogy vannak ezek a fiatalok már annyira intelligensek, meg hogyha a képzés is egy kicsit összpontosít az ostorhasználatra, nem hiszem, hogy olyan nagy problémák lesznek belőle. Ugye most próbáljuk ezt, hogy öt verseny elég legyen az ostorhoz a fiataloknak, több én személy szerint is eljártam ebbe az ügybe, hogy több ilyen fiataloknak a zsoké jelölteknek, a ostor nélküli lovasoknak legyen kiírva. Van elegendő zsoké jelölt? Most elég sokan vannak azért, az igen. Jó. Csak nem látni őket, mert nagyon keveset. Például van egy fiatal lovas, a Morvai Előd, aki ment ilyen meghívásos versenyre, ilyen apprentiszek, tehát ugye a kezdő lovasoknak van. Lovagolt egyet Szlovákiában, nyert, következő hétvégén mentek Csehországba, ott is nyert, itthon meg nem láttuk még lovagolni szinte. Tehát ezért mondom, hogy többet kéne a kezdőknek lovagolni, mert ott tanulják meg. Hogy tervezted? Évvégén abba hagyod, vagy most hogy érzed? Mennyi van benned? Hát évvégén muszáj abba hagynom, mert vége lesz a versenynek. Jó, csak vicceltem. Nyilván, hát majd meglátom, hogy évvégén egy ilyen összegzést így magamban fogok csinálni, hogy érzem magam, és akkor attól függően fogom. De én úgy érzem, hogy folytatni fogom. De még fiatal vagy. Így van, fiatal vagyok. Ha nem is fiatal, de fiatalos. Hát most nézd, hát most mondjuk a Károlyi Pali bácsit. Jó, hát a Pali bácsi azért egy olyan, mint egy overdose. Hát azért nem, azért az nyilván a Pali bácsi... De Varga Zoli is jó sokáig... Hát Varga Zoli is most is tudna lovagolni versenybe, csak ugye... Hát neki ugye most már a lábsérülés, tudod, az eléggé... Én szerintem az Zoli megrázná. Jó, de mindaddig, ameddig akkor is ő is már eléggé ott volt, nem? Mikor még jól ment neki. Persze, hát jó volt az Zoli. Az Zoli végig mindig jó formákat lovagolt, tehát a statisztika élén végzett, mindig ott volt. Jó, hát utolsó éveit lesz számítva. Hát akkor utolsó éveit, mert nem... Mikor már Szamára ültették, hogy ő fogalmazott igen, így. Igen, mert már ugye nem volt annyi lehetőség, meg minden, de attól függetlenül azért én nem arra írom, mert az Zoli elfelejtett volna lovagolni. Hát most már kint élnek ugye Angliában, most már jó pár éve, úgyhogy megtalálták a számítást kint. Így van, jól érzik magukat, úgyhogy legyen szerencséjük, azt kívánom nekik. Úgyhogy a közelmúltból most már csak te vagy itt nekünk nagy név, te zsokék közül. Hát, régi. Sokan gúnyolódnak is, hogy mi van öreg. Kicsit viccelődünk. Jársz még küzdő sportos jellegedzésekre? Igen. Mit csinálsz? Thaibox, kickbox? Igen, thaibox. Igen. Heti box. Kétszer, háromszor? Hát mikor, hogy van, mikor háromszor, kétszer. Versenyen talán... indulsz? Nem, versenyen nem terveztem. Nem terveztem még. Hát talán egyszer azt is kipróbálnám, így megfordult a fejembe, hogy kipróbálnám, mert miért ne próbálnám. Persze, hát ha már csinálod, és már mióta csinálod? Jó, a vége a szezonnak, hogyha kikapok, akkor esetleg ne tudjak versenybe lovagolni. Igen, hát egyet kipróbálnék. És akkor aztán majd meglátod, hogy milyen volt, hogy volt. Fogom, igen. Ha lesz rá lehetőség. De akkor rendszeresen továbbra is akkor csinálod. Akkor sőt, de így tudod karbantartani? Igen, így, ez sokat segít, igen, hogy eljárok edzésre. Sokat. Hát a jegyzésem másfél-két kilót, ha nagyon belehúzok, egy kicsit akkor beszoktam. Van olyan, aki neked az étkezést összeírja? Van olyan szakember? Hát a feleségem szokta vásárolja meg a kellékeket, ő főz, meg... És akkor azt kell lenned, és annyit, amennyit ő mond, és nincs a pellátta. Hát van azért, hogy egy kicsit úgy sunyiba csípkedek egy kicsit többet, de nem szalonnát, vagy nem persze. Kolbászt, hanem igen. Picit kipótolom. Persze titokban. De néha, tudod, az is sokat mutathat a mérlegem. Most hivatalosan hány kilóval lovagolsz? Hát csak úgy vállalok 59-et, hogyha tényleg mondjuk egy nagyobb verseny, vagy úgy látom, hogy tényleg van értelme, meg hát a tréner is azt mondja, hogy ez erre van értelme. Amúgy jobban szeretem ezeket a 61 kilókat lovagolni inkább, mert azért oda már elég keményen kell fogyni. Idén lesz még egy-két nagy verseny. Lesz, igen.
Gondolom mindegyiken ott leszel. Hát én remélem, hogy lesz rá lehetőségem. Hát, hát nem, akkor az istállóból elhozza egy lovat, azt hát jól persze, van. Persze, most nehogy már gond legyen már. Persze, persze. Neked nagyon gond remélem, legyen. Hogy lesz. Sok felkérésem volt most a derbi napra is, csak hát úgy voltak a lovaink, meg úgy nem is akartam túl sokat se vállalni, mert ugye meleg is volt, meg stb. De lett volna most is több lehetőség, remélem, hogy így is marad, és akkor fogok tudni minden nagy versenybe lovagolni, vagy legalábbis a többségében. Na hát akkor kíváncsian várjuk akkor. Hétvégén akkor újra kinyílik a Kincsenpark kapuja, elkezdődnek újra a így van, hétvégén. 21-én most vasárnap újból. Hát most két hétvégét te kihagysz az előbb elmondottak miatt, igen, de utána nézem. Már... Utána visszatámadunk. Bünti, letörtöd, és akkor... Lejár az eltiltásom, és akkor támadunk. Újból. További jó lovaglást kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm. További sportosat.